Farkasné Egyed Zsuzsanna a vendégem, tisztelettel köszöntelek, aki a Patrona óvodának a vezetője. Hát én megnéztem a régi kis hívogatónkat, amiben a kerületi iskolákat és óvodákat mutattuk be egy pár évvel ezelőtt. Nagyon sok hasznos információt tudtam meg belőle, de mégis van egy nagy-nagy változás. Nagyon sokan még úgy ismertek benneteket, hogy Apor Vilmos óvoda. Most viszont egészen más hivatalos névre hallgattok, hiszen Patrona, mi a pontos nevetek? Patrona Hungária Katolikus Iskola Központ óvodája. Na hát ez elég hosszú volt, és megértik a kedves nézők, hogy miért nem tudtam én ezt így elmondani. Miért volt a névváltozás? A fenntartó váltás történt, nem lettünk tovább gyakorló óvoda, hanem egy 8-osztályos, illetve 6-osztályos gimnáziumhoz csatlakozva itt Budapesten hozzájuk tartozunk, tehát a mi gyerekeink tovább oda mehetnek majd általános iskolába és gimnáziumba. Ez a Patrona, ez a Knézis utcai? Igen. Az tulajdonképpen a leghíresebb egyházi fenntartású középiskola, legalábbis én még így emlékszem rá, de ezek szerint akkor kibővült már általános iskolával, sőt óvodával. Ennek van egy nagyon jó és dinamikus fölépítése, mert tulajdonképpen, hogyha bekerül valaki az óvodába, és az ügyes, alkalmas, akkor az általános iskolát és a középiskolát is egy intézményen belül tudja végigjárni? Majdnem. A különböző épületekben természetesen. Majdnem, mert van egy szépséghibája, vagy egy előnye, a Patrona Lánygimnázium. Tehát gyakorlatilag 6. osztályig járhatnak a gyerekek oda, fiúk, lányok vegyesen, utána már csak kizárólag lányok. Egyetlen egy gimnázium jelen pillanatban Magyarországon, ahol lányok fejezik be a gimnáziumot, és szereznek érettségét. Mitől különbözik a Patrona óvoda neveltetés, magatartás, lelki élet szempontjából egy átlagos óvodától? Talán kezdeném azzal, hogy a Boldogasszony iskola nővérek tartják fönn az intézményt, tehát az ő óvodájuk. Igaziból a neveltetésbe, ha szigorúan akarom venni, semmivel nem több. Talán csak annyi, hogy az ünnepeink mások. Mások a szülőkkel töltött együttes időszakaink ünnepeken belül, illetve az ünnepvárásunk, és más az, amire hangsúlyt helyezünk. Azt kell tudni rólunk, hogy mi sérült gyerekeket is fogadunk, továbbra is fogadunk sérült gyerekeket, tehát az ő integrálásuk, az ő befogadásuk, az ő szeretetteljes nevelésük, az változatlanul megmaradt. A csendes perceink, amit beszélgetéssel töltenek a gyerekek, közös énekléssel, ez jelenti valójában a hitre nevelést, nem hitoktatást, hanem hitbe való bevezetést, a hit felé vezetést jelenti. Nem olyan rég voltam egy cserkész sítáborban, ahol, hát most nem tudom én hanyatszor, sok-sok év óta járok oda, és mindig örömmel tölt el az, hogy közösen imádkozunk étkezés előtt, reggel, este, van az egésznek egy lelki belső töltete, amivel több, mint hogyha elmegyünk a barátokba, egyébként ez is baráti közösség, mindig több lelki töltést ad, mint hogyha tényleg úgy elmegyünk, és csak úgy Hübele Balázs benne vagyunk a világba. Megtalálhatok-e az óvodában is már az ilyenfajta közös imádságok, közös elmélkedések? Igen, de figyelembe veszük a gyerekeket, hogy 3 évesek, 4 évesek, 5 évesek, 6 évesek, tehát ez egy fokozatosságot jelent számukra. Ugye folyamatos reggeli van, mi nagyon sok óvodában Budapesten is, meg főleg itt a kerületben, tehát a közös imádkozás az étkezés előtt a folyamatos reggelnél nem valósul meg. Délbe igen. Ez ugye az óvod a kis csoportosoknál, inkább az óvónénik, a dadusnénik közösen mondják, meggyújtják a gyertyát az asztalon, és megfogják egymás kezét. Aztán lassan-lassan elsajátítják a gyerekek ezeket az asztali fohászokat, illetve azokat az énekeket, amelyek párhangból álló kis dallamot ölel föl. Középső csoportban már ez kicsit komolyabb, és nagy csoportban annyi a különbség, hogy ott már étkezés után is hálát adnak azért az ételért, ami ott volt az asztalon. Játék szempontjából mennyire jól van felszerelve az iskola, az intézmény, tehát az óvoda, milyen tárgyi eszköz ellátottsága van, és ebben van-e különbség a hagyományos állami óvodák és az egyházi óvoda között? Nincsen.
Talán egyetlen egy polc, az úgynevezett szeretett polc, az, ami egy kicsit más. Talán annak is köszönhetjük, hogy az óvodánk jól felszerelt, hogy a kerület támogatja az óvodát. Ugyanazokkal a jogokkal, lehetőségekkel bírunk, mint a kerület többi óvodájába járó gyerekek közössége, tehát ugyanúgy kapunk játékot az önkormányzattól is, és ugyanúgy anyagi támogatásban is részesíti az óvodánkat, ami természetesen az óvodánkban megjelenik. A játékoknál, amit említettem, van ez a szeretett polc. Ez azt jelenti, hogy ott van egy kicsi kosár letakarva, az általában a liturgikus színekkel, most például lilával van letakarva, de fehérrel, zölddel, tehát amilyen azon a héten az atyáknak a ruhája, úgy próbáljuk meg. Tehát ez is egy picit azt jelenti, hogy más tudatalatti bevezetése annak, hogy majd, hogyha ők felnőttek lesznek, és úgy érzik, és fontosnak tartják, akkor ne legyen számukra idegen. De természetesen fejlesztő játékok, a szerepjátékok ugyanúgy megjelennek a gyerekek életébe. A könyvek között ott van a képes biblia, de az más óvodában is megtalálható. Az a kis kosár, amit letakarnak, az a csendes perceknek a pillanatnyi helye, amikor gyertyát gyújtanak, ráhelyezik a mécseseket, és az körbeülik, akkor ének, nagyon rövid idma. Ami talán fontos nekünk, hogy a szülők felé, tehát a szülőknek megköszönve az, hogy ők vannak, tehát hálát adva, és a szülőkkel való kapcsolatnak a megerősítése, nagyszülőknek, keresztszülőknek a szeretetére való építés, annak a fontosságának a kiemelése az, ami egy picit más. Itt láthatunk életképeket az óvoda hétköznapjaiból, de hát az ünnepek is nagyon lényegesek az óvodában. De mielőtt még folytatnánk ezt a vonat, hagyd mondjam el kedves nézőknek, ugye május elején kell az óvodába beiratkozni, tehát ez egy nagyon fontos időszak, azért is nem csak az általános iskolai április 16-17-i beiratkozás kapcsán hívjuk meg beszélgetőtársainkat, hanem már gondolunk az óvodába készülni vágyó szülőkre és gyermekekre. Mennyire telített az óvoda? Mennyire lehet körzetes gyermekeket fölvenni? Mennyire érveznek előnyt azok a szülők, amelyek pontosan az egyházi hatások miatt választják az óvodát? A körzetes gyerekeké az elsőbség minden szinten, akár hívő szülők, akár nem, hogyha ők oda szeretnék hozni a gyerekeiket, természetesen szeretettel fogadjuk. Kicsit megelőzi őket a testvérgyerekek, hisz a testvérgyerekek az igaziból az első beiratandók, vagy a szeretettel fogadó gyerekei, de kerület bármelyik körzetéből, akik jönnek, örömmel látjuk őket, ameddig a férőhelyünk engedi. És ilyenkor a szülők nem gondolkodnak el, hogy jó, ez itt van a körzetünkben, a szomszédunkban, de én tegyük föl, nem szeretném, hogyha katolikus hitoktatásban részesülne a gyerek, és most karikíroztam, tehát idézőjelbe tettem. Tehát nem szeretném, hogyha ebben a szellemben nevelkedne. Volt már erre példa? Igen, van, de teljesen jó a kapcsolatunk a többi óvodával, hisz azért is ugyanabban az időpontban, tehát május első hetében várjuk mi is szeretettel a szülőket, gyerekekkel együtt. Ha pedig nem hozzánk jön, ha másik óvodában, attól függetlenül, hogy a mi körzetünk, őket is szívesen beírják, szívesen várják őket. Talán egy kicsit, ami még más, hogy nekünk hagyományunk az, hogy az óvodába lépő gyerekek egy virágot ültetnek. Tehát az a virág, amit ők elültetnek a kertbe, az várja őket szeptemberben. A nagyok feladata azt a virágot locsolni, ápolni. És azért nagyon jó, hogyha jönnek a gyerekek szeptemberben, kicsit sírdogálnak, és akkor mutathatjuk, de hát nézd meg, a virágot itt vár téged. És más. Más a hangulata, úgyhogy mi szoktuk kérni a szülőt, hogy ne a legszebb ruhájukba, ne a legszebb cipőjükbe hozzák őket beiratkozni, hanem abban, amiben ki tudnak merni, és egy kicsit virágot ültetnek, még meg is locsolják. Egyébként sokszor jönnek nyáron is be, hogy megnézzék a saját virágjukat, és olyan jó érzés az, hogy ők már hozzánk tartoznak. A többi óvodával ellentétben, nem tudom persze mi a szokás, egy elég nyitott arculattal fordultok a kerület lakói felé, hiszen az óvodát bármikor meg lehet látogatni. Hogyan veszik ezt, legalábbis én ezt olvastam, tehát hogy nem az van, hogy nyílt nap van, vagy nyílt hét van, hanem bármikor be lehet menni, gondolom előzetesen be kell jelentkezni, mert akkor boldog-boldogtalan reggeltől estig menne. Tehát mennyire élnek ezzel a lehetőséggel? Nagyon.
Tehát számokra is, pláne, hogyha elmondjuk telefonon, hogy mikor jöhetnek, ugye megkérdeznek bennünket, és mi azt mondjuk, hogy bármikor. Nem kell, hogy bejelentkezzenek, egyet kérünk, hogy lehetőleg az alvási időt. Azt tekintsék pihentő időszaknak, ez a délután fél egy, fél három közötti időt, mert akkor a csoportszobákat nem tudjuk megmutatni, de szívesen látjuk őket benne az udvaron is. És mi szándékosan nem tartunk nyílt napot. Mi azt mondjuk, hogy nézzenek meg a hétköznapokba. Nézzék meg azt, hogy mi, hogy élünk, hogy történik akár az öltözködés, az étkezést, milyen amikor a gyerekeket fogadják, hisz a szülő a legjobban abba tudja lemérni, amikor belép váratlanul egy helyre, egy intézménybe, hogy ott mi történik, hogy szólnak a gyerekekhez, hogy szólnak a felnőttek egymáshoz. Mi nem kirakatot szeretnénk mutatni, hanem azt, ami a hétköznapokban van, hiszen hiszünk abba, hogyha azt ő úgy érzi a szülő, hogy számára ez a fontos, ő ide tudja a gyermekét elképzelni ebbe a nevelésbe, akkor ő boldogan adja hozzánk. Ünnepkör szempontjából említetted, hogy kicsit más az óvoda, mint amilyen a többi óvoda. És most húsvét hetében vagyunk, ugye nagy héten, és ilyenkor tudom, hogy az iskolákban is és az óvodákban is kiemelten foglalkoznak a hagyományőrzéssel, a lelkiápolással, illetve azzal, hogy egyáltalán megismerik az ünnepeket a gyermekek. Hogyan készülöttök a húsvétra? Egy picit visszalépnék, hisz nem csak a húsvéti készülődés, hanem előtte a nagybőjt, a 40 napos nagybőjt, az, ami felnőttek. Sőt, a farsangtól indulhatunk már. Igen, a farsang utolsó, tehát a hamvazó szerdától indulunk el, azután mi már nem tartunk farsangot, hanem készülődünk arra, hogy valami más is fog történni, valami hogy új. Hogy tudják megérteni a gyerekek, hogy bőjtölni kell? Tehát van-e bőjt az óviban? Isten őriz, Isten őriz, semmilyen szinten, de olyan szinten sem, hogy pénteki nap, ez az egyértelmű, hogy a gyerekek 14 éves korig, a betegek, kismamák, idősek, azok igen. Idősek, azoknak nem, számít, tehát nincs számukra bőjt. A bőjt az talán azt jelenti, hogy valamiről megpróbálnak lemondani, valamivel picit jobban odafigyelnek arra, hogy megköszönjenek valamit, és hogy segítsenek egymásnak. Tehát ez a három úgynevezett varázsszó. És ezt azért úgy látszólag meg is próbáljuk számukra mutatni. Például a legkisebbeknél van egy bárányka, minden gyermeknek saját báránykája, ahova ő a kicsi tincseket föl tudja ragasztani, amikor ő előre engedi a barátját. Helye. Ha segít, hogyha lemond arról, hogy nem ő tekeri föl a szőnyeget egy mindennapi mozgás előtt, vagy hogyha segített abban valamelyik társának valamiben, vagy ő volt az első, aki leggyorsabban tudott fölöltözni. Tehát minden olyan, amit a gyerekek önkiszolgálásban, közösségformálásban, nevelésként célul kitűzött az óvónő, az itt hangsúlyozottabb. A nagyoknál például töviskoszorú van, amire virágok kerülnek, és az a lényeg, hogy a töviskoszorút, a szúros koszorút, ami papírból van természetesen, azt elborítsa a virág. Tehát megszűnjön az, hogy valami rossz, hanem valami nagyon-nagyon jó legyen, hisz a bárányka nem fog fázni, mert a bundácskája már ott lesz, vagy az a hosszú út, egy másik csoportba, amely eljuthat majd a templomhoz, vagy eljuthat egy kerthez, akkor ott virágok övezzék. Van egyébként közös szentmisére való járás? Igen, minden csoportnak egyébben egy közös misére hívjuk őket, a szülőkkel együtt, de ez sem kötelező, tehát semmi olyan nincs a mi óvodánkban, ami kötelező dolog. A szülők viszont sokkal szívesebben jönnek ezekre az ünnepekre. Említettem, hogy a nagybőjtben van például mindig az apák napja, hisz Szent József ünnepe az számunkra egy közös ünnep, amikor az édesapákat köszöntjük, a nagypapákat és keresztapákat. Pont azért, mert nem mindenütt van jelen az édesapa, de hogy a gyerekkel valaki mégiscsak jöjjön a családba, egy közös játék, öröm, vidámság és játék együtt, és valaminek az alkotása az, ami ünnepé teszi. Vagy pedig itt van most nagyon szorosan a nagybőjti időszaknak a vége, az úgynevezett keresztút, amit a szülők, akik hívő szülők, azok nagyon jól tudják, és biztos, hogy többen jártak rendszeresen keresztútra a nagybőjti időszakában, pláne egy nagy héten. Amióta gyermekeik vannak, nem biztos, hogy el tudnak jutni.
Viszont attól egy kicsit más lesz, hogyha az óvodába, sajnos pont ma nem tudtunk kimenni pont, az udvarra, mert igen, hogy szakadt az eső. Pont ma volt a keresztkutatók, igen, és ott is voltunk rajta. És bent a csoportszobába stációkat rajzolták, illetve stációk fényképe volt, illetve régi gyerekeink, a nagy csoportosaink, akik már most iskolások, ők készítettek rajzokat, ott hagyták nekünk, hogy a kicsiknek majd megmutathassuk, és föltegyük ilyenkor. Régebben kint az udvaron, hát ma csak sajnos a csoportszobába. És körbe jártunk közös énekléssel, és ami ennek talán az atmoszféráját még megadja, hogy a szülő egy-egy stációnál fogalmaz meg gondolatokat, fohászokat, és természetesen atya vezet bennünket végig. A gyerekek pici keresztet készítettek, a nagyobbak megint csak a saját barkabokraink vannak, abból levágott barka az, ami díszíti a csoportszobáinkat, és a hosszabb veszőkből pedig kicsi keresztet átkötve, és ez volt az, amit hozhattak magukkal. Miért jó ez a kereszt út a gyereknek? Talán megérzi azt, hogy a szülők elmélyedve, gondolkodva végigmennek ezeken a stációkon. Ő közben játszhat, ő is énekel, de senki nem fog rászólni, hogy ő most miért szaladgál el csoportszobába, most miért nyúl a játékokhoz, ha udvaron vagyunk, akkor miért mászik föl a mászókára. Tehát ott is vannak addig, amíg ők bírják, de nem tovább. Nekünk viszont itt járt le az időnk, pedig nagyon sok mindenről lehetett volna még beszélgetni, de azt gondolom a nézők így is bepillanthattak a Patrona óvoda életébe, ami a Szondi utca, Munkácsi utca sarkán található, és ahova nagy szeretettel és nagy-nagy megértéssel várják, mint a körzetes gyerekeket, mint azokat a gyerekeket, akik valamilyen szempontból fogyatékkal bírnak, vagy hátrányt szenvednek, és mindazokat, akik csak egyszerűen szeretnék, hogy egy picit többet kapnának a gyerekek lelkiekben az óvodában. Köszönöm szépen még egyszer, hogy velem voltál.